A Neumann János Egyetem tudományos életében fontos esemény a szerdán megrendezésre került Aktedu konferencia. Az egyetem kertészeti karán zajló eseményt immár 20. alkalommal szervezték meg, kapcsolódva a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozathoz. A konferencia az egyetemünk karain oktatott és kutatott tudományterületek sokszínűségét, változatosságát tükrözi, lehetséges csatlakozási pontjait keresi, illetve egyetemünk tudományos és nemzetközi kapcsolatainak ápolását is szolgálja. A mai eseményen professzor dr. Stahó Pekári István, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve az előadók színvonalas munkáit. A konferencia fontosságáról dr. Veld Zoltán, a Neumann János Egyetem tudományos rektor helyettese beszélt stábunknak. Az egyetem meg tudja mutatni, hogy nem csak oktatási tevékenységet végez, hanem ezen kívül nagyon komoly, nagyon nemi kutatási tevékenységeket is végzünk az egyetem területén, hiszen ez egy feltétlenül fontos feladatunk, hogy az oktatás mellett kutatást is ellássunk. A szakmai tevékenységeket elismerve most először adtak át tudományos díjakat, ez 5 területet érintett. Fiatal kutatók, tudományos publikáció, művészeti alkotás területe, évkutatója, valamint tudomány népszerűsítő munkáért díjat osztottak ki. A díjazottakról készült listát megtekinthetik a híres.hu oldalon. Az esemény megnyitója után következtek az előadások, amelyeken a legújabb kutatási eredményeiket mutatták be a kutatók.